egészségügyi folyamatok összehangolása igen összetett feladat. A különböző gyógyító intézményekben alkalmazott megoldások jelentősen eltérhetnek egymástól, a cél viszont minden esetben azonos. A betegek számára megteremteni az optimális feltételeket, hogy nyugodt körülmények között a lehető legrövidebb várakozás mellett juthassanak hozzá ahhoz a vizsgálathoz, illetve kezeléshez, amelyre szükségük van. E téren a magyar egészségügy sokáig jelentős kihívásokkal küzdött. Mindenki hallott már zsúfolt várótermekről, ideges páciensekről, hosszú órákig tartó várakozásokról. Az utóbbi időben azonban sok pozitív változás történt, és ez jelentős részben a betegirányítás rendszerének is köszönhető. Aki úgy dönt, hogy betegirányító lesz, ahhoz a nemes törekvéshez csatlakozik, amely a magyar egészségügy európai színvonalúvá emelését tűzte ki célul. Betegirányítóként dolgozok a Róbert Károly Magánkliniken. Interneten keresgéltem, és ott találtam rá erre a munkára. Jelentkeztem, több mint egy héten belül be is hívtak interjúra, és úgy tűnik, hogy megfeleltem, mert itt dolgozok. Szerettem volna emberekkel dolgozni, szerettem volna segíteni az elesett embereken, mert a betegség miatt szerintem az emberek kiszolgáltatottá válnak, és ezen szerettem volna segíteni. A betegirányító feladata, hogy fogadja, tájékoztassa a betegeket, kapcsolatot tartson a páciensek és az orvosok, nővérek között. Ő az, aki általában elsőként találkozik a pácienssel. Fontos, hogy ezt türelmesen és mosolyogva tegye, hisz a látogatók általában valamilyen egészségügyi problémával küzdenek, és nem mindegy, hogy milyen a benyomásuk az adott gyógyító intézményről. Én türelmesnek vallom magam, természetesen adódnak olyan helyzetek, amikor nehéz megőriznem ezt, de mindent megteszek azért, hogy ez így maradjon. A páciensek elsőként a betegirányítótól kaphatnak információt és tájékoztatást. Aki tehát erre a pályára készül, annak a társadalom bármely rétegéhez tartozó emberrel meg kell találnia a megfelelő hangot. A betegirányító nyitott, érdeklődő kérdéseivel felderíti, mit szeretne a betérő páciens, ismerteti az igénybe vehető kezelések helyét, jellegét, az alapinformációkat. Ha a páciens előre egyeztetett időpontban érkezett, ellenőrzi, hogy az egyezik-e az intézmény nyilvántartásával, ellenkező esetben időpontot keres neki, illetve értesíti az orvost a beteg érkezéséről. A betegirányító nem csupán tájékoztatja, hanem ellenőrzi a gyógyító szolgáltatás igénybevételét is, illetve a beteg elégedettségi kérdőív használatával érdeklődik arról, mennyire volt elégedett a páciens a vizsgálatokkal, illetve a kezeléssel. Rendkívüli eseményeknél is ő az, aki intézkedik. Mivel a betegirányító legfontosabb feladata az információk átadása, munkaeszközei is elsősorban a minél hatékonyabb kommunikációt szolgálják. Ilyen a számítógép, a nyilvántartó rendszer, illetve a telefon és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő berendezések. Az íróeszközök, formanyomtatványok, illetve a különböző, a páciensek elégedettségét vizsgáló kérdőívek is ide tartoznak. Jelen pillanatban én 8 órában dolgozom. Reggel 8-ra bejövök a munkahelyemre, a lebeszélt időpontjaimat átnézem, számítógépen kapott leveleket átolvasom, megírom és fogadom a pácienseket. Majd délután 4 óra 20-ig dolgozom. Amikor orvoshoz jön a páciens, több adatra van szükség, személyes adatokra, tajszámra, lakcímkártya adataira, és ezeket telefonban is át tudjuk, be tudjuk a számítógépes rendszerbe vinni, illetve ha valamilyen adata nincs kéznél, akkor azt itt helyben a recepción meg tudja tenni. A betegirányító folyamatosan emberek között dolgozik, ezért fontos a kitartás, a kedves, türelmes, nyugodt és udvarias magatartás. A tolerancia, vagyis az elfogadás is alapvető követelmény. Mivel a páciensek egy része az egészségügyi problémái miatt esetleg ideges, feszült, a betegirányítónak alkalmazkodnia kell a páciensek sajátságos viselkedéséhez. Az esetlegesen felmerülő konfliktus helyzetekben alkalmasnak kell lennie a konfliktusok kezelésére is, és meg kell tanulnia kezelni a stresszt. Hasonlóan fontos követelmény a jó kommunikációs készség, a rugalmasság, a jó szervezőkészség és a probléma megoldó képesség is. A terhelhetőség, az önállóság szintén alapvető követelmény, ugyanilyen fontos elvárás a számítógépes tudás is, a különböző számítógépes programok rendszerek kezeléséhez. Fontos, hogy érdekelje a diákot a biológia, kémia, fizika és az informatika. Olyan embereknek javaslom, akik szeretik az embereket, szeretnek kommunikálni, készségesek, odaadóak és figyelmesek az embertársaikkal.
A betegirányító nagyobb helyiségben, recepción vagy rendelőhelyiségben dolgozik, szinte állandóan emberek között van. Többnyire ülő munkát végez, mely pszichés igénybevétellel is jár. Mivel munkája állandó, fokozott figyelmet igényel, komoly felelősség hárul rá, az állandó készenléti állapot és koncentráció könnyen stresszt okozhat. Mivel a betegirányító olyan helyen dolgozik, ahol jellemzően beteg emberekkel kerül közvetlen kapcsolatba, fokozottan ki van téve a különböző vírusos és bakteriális fertőzéseknek. A tartós ülőmunka következtében mozgásszervi panaszok előfordulhatnak, de ezeket ki lehet védeni rendszeres sporttal, testmozgással. A monitor előtti munkavégzés és neonvilágítás a szem túlterhelésével járhat. A foglalkozás gyakorlásában fontos egészségügyi tényező az épp hallás, a jó beszédkészség és a végtagok épsége. A munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás, látás és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. A szakképzés megszerzése érettségi vizsgához kötött. Emellett egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelni. A képzés elvégezhető szakközépiskolában és felnőtt képzés keretei között egyaránt. A hallgatók az egészségügyi alapismeretek és asszisztensi ismeretek mellett ápolástant és szakmai kommunikációt is tanulnak. A képzés végén minden hallgató emelt szintű szakképesítést kap, amely alkalmassá teszi a betegirányító mellett egészségügyi asszisztens munkakörök betöltésére is. A szakképesítéssel jellemzően járó beteg szakrendelőkben, gondozókban lehet elhelyezkedni. A betegirányítóval rokon szakmaként az általános egészségügyi asszisztenst és a recepciós említhetjük. Egy betegirányító bruttó átlagbére a statisztikai adatok alapján 160 és 210 ezer forint között mozog. Monotonnak tűnik a munka, de minden esetre én izgalmasnak tartom. Különböző emberek jönnek különböző panaszokkal, és minden nap találkozok új helyzetekkel, amit meg kell oldanom. Olyan embernek ajánlanám ezt a munkát, aki szeret emberekkel dolgozni, szeret segíteni az embereken, türelmesen, segítőkészen tud hozzáállni a betegekhez, a páciensekhez, és szeretek itt dolgozni. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.